Sok szeretettel köszöntöm Magyar Pétert itt Ajkán. Nem az első alkalom, hogy Ajká jár. Milyennek látja az ajkai rajongó táborát? Hát ugye itt most igen, valóban már másodszor vagyunk, itt voltunk az ország elején, csak is nagyon sokan voltak. Most itt 13 Tisza-sziget volt, az egész Veszprém megyei Tisza-szigeteknek volt a találkozója, egészen Sümegtől, Balatonalmádi, rengeteg helyről, sokan jöttek Bánról, ahol ilyen gyerekkoromat töltöttem részben nyaranta a nagyszüleimmel, dédnagyszüleimmel. Szerintem nagyon sok lelkes ember volt itt, volt főzőverseny, gyerekeknek játék, kulturális műsor, és utána egy pódium vagy több pódium beszélgetés is. Szerintem itt voltunk legalább 500-an, de lehet, hogy többen, nem tudom pontosan hányan voltunk, de ránézésre sokan voltak. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ide jöhettünk ebbe a sportcsarnokba, itt most megcsodáltam éppen a pályájukat, itt a zöld-fehér, a Fradi szívemhez ez közel áll ez a szín, és gratulálok a csapatnak, hogy az MB2-ben vannak. Megbeszéltük a dolgokat, szerintem sok emberrel tudtunk beszélni személyesen, és mi ugye ezt preferáljuk, hogy nem csak a propagandából nyomatjuk, mint ahogy az állampárt az okosságokat, és nem tejútrendszerről és világrendszerváltásról beszélünk, hanem helyben megbeszéljük az emberekkel, hogy mik azok a problémák, amiken sürgősen és amelyeken középtávon kellene segíteni ahhoz, hogy egy normális élhető Magyarország legyen. Itt az a hármas választókerület, ez elég erősen fideszes, illetve úgy alakította a Fidesz, hogy az legyen. Van erre valami recept, hogy hogyan lehet itt leváltani Orbán Viktort? Az az igazság, hogy voltam Kapuváron, ami talán a legfideszesebb körzet volt, ilyen 70% körül vagy a fölötti fideszes eredmények születtek. Nincs vesztett körzet nekünk ez a taktikánk, és az eredmények azt mutatják, a június 9-i eredmények, hogy ez egy jó taktika. Nagyon sok, ugye átlagosan a legkisebb településeken is 20%-ot értünk el, ahogy persze nő a település méret, úgy egyre többet, és megyei jogú városokban nem egybe le is győztük a Fideszt. Már júniusban, amikor még semmilyen infrastruktúránk nem volt, semmilyen pártszervezet nem volt, most meg már ez kezd kiépülni, ugye megalakultak a Tisza-szigetek, több mint 1000 van, 30 000 taggal, itt Veszprém megyében is nagyon aktív közösség életet élnek, befolyásolják a helyi politikát, itt Ajkán is, de van Devecserben, Sümegen, Balatonalmádi, Füred, rengeteg, nem is tudom felsorolni az összeset, és szerintem így kell hozzáállni, hogyha személyesen ott tudunk lenni az embereknél. Mindenki tudja, hogy Magyarországon nagyon rossz állapotok vannak, egy politikai, gazdasági, megélhetési, erkölcsi, és nagyon sokfajta válság van egyszerre, és nagyon sokan érzik, hogy változás kell. Nyilván a propaganda az olyan erővel éri el az embereket, sokszor a kis településeken abban más nem jut el, hogy nehéz hozzájuk eljutni, de pont ezért folytatjuk ezt a terepmunkát, így mondva, hogy tudjuk őket tájékoztatni, és érezzék azt, hogy végre törődik velük valaki. Mert a propaganda elhiteti az emberekkel, mint hogyha törődve lenne velük, de hát nyilván nincs. Ahogy a miniszterelnök sem beszélt a Strasbourg Európai Parlamenti vitán egy olyan kérdésről sem, ami magyar embereket valóban érdekli, akár itt Ajkán, akár Veszprém megyében, hogy olyan a kórház állapota, hogy milyen az iskolák állapota, hogy milyen az utak állapota, hogy Európa rekorder az infláció, hogy a legmagasabb az áfa, hogy 10%-a zuhan az ipar, összeomlik a költségvetés, az önkormányzatok ki vannak véreztetve, a jogosítványaik el vannak véve. Ezek a magyar mindennapok, és persze ez egy ilyen panaszlistának tűnhet, de nem az. Annélkül, hogyha nem szedjük össze, hogy mik a problémák, egy probléma térképet nem rajzolunk föl, akkor megoldást is nehéz kínálni. Mi azt tudjuk vállalni a Tiszapártnál, és bármilyen támadás is ér minket, és bármilyen alantas, tényleg olyan dolgok, amire az ember foglalkozni se szeret, mi ezek a szakmai kérdésekkel fogunk válaszolni, foglalkozni, és azt vettük észre, hogy eddig ez elfogadható az embereknek, és ők is ezt szeretnék, hogy végre az egészségügyről beszéljünk, végre az oktatásról beszéljünk, és a megoldásokról beszéljünk. Aztán meglátjuk, mi nagyon optimisták vagyunk, és szerintem ez a körzet is, mint bármelyik körzet nyerhető. Nyilván nagyon fontos lesz, hogy ki lesz az egyéni jelölt. Tehát azt ne felejtsük el, az majd most kezdődik az a kiválasztási folyamat. Reményem szerint október 20-án be tudom jelenteni a megemlékezésünkön, hogy lesz egy nagy budapesti megemlékezés, ami 15 órakor kezdődik a BEM-szobornál, oda mindenkit várunk Veszprém megyéből is, és ott szeretnénk elindítani majd ezt a kiválasztási folyamatot, ami egy több hónapos folyamat lesz. Nyilván nagyon fontos, hogy ki a helybeli jelölt, hogy elfogadott legyen, ismert, ugyanakkor egy szakmára igényes, támadhatatlan jelölt legyen, és ha ilyenek lesznek, akkor biztos vagyok benne, hogy bárhol le tudjuk győzni a Fidesz, mert a Fidesznek még nem ilyen jelöltjei vannak általában. Ugye itt említette az előbb, hogy fontos dolgokról beszélnek, de ahogy beszélgettem itt emberekkel, nagyon sok politikus megfordult ezen a mai rendezvényen, amúgy, mert kíváncsiak voltak Magyar Péterre, és mindenki azt mondta, hogy
hogy nem mindegy, hogy ki mondja ezt, amit mond. Tehát mitől lett most ilyen hiteles Magyar Péter az embereknek? Azért, mert ahonnan jött, ugye mindig ezt mondják, hogy hát Magyar Péter onnan jött, ismer mindent, és ettől tűnik hitelesebbnek. Hát ezt nem biztos, hogy nekem kell megfejteni, nem vagyok politológus, de biztos, hogy hogy beszéljük a Tisza párt sikeréről, meg a felfeleivel ő szakaszáról, mert jelenleg már majdnem döntetlenre állunk az állampárttal, minimális forrásokból semmilyen állami pénz nincs benne, csak és kizárólag az aktivistáink, a szimpatizánsaink tartanak el minket a rendszerváltókártyával. Szóval a Tisza sikere az valószínűleg rejlik az időzítésben, az őszintességben, abban, amit mondtam, volt egy országjárás, hogy mi visszamentünk az emberek közé. Nagyon sok olyan településen jártam, ahol azt mondták, hogy ott 20 éve nem járt politikus, vagy soha nem járt politikus, olyan kis településeken is, és szerintem az embereknek az számít, hogy valakinek a szemébe tudnak-e nézni. Lehet, hogy Magyar Péterről a propaganda azt mondja, hogy nővörő, hogy én nem tudom, anyagyilkos, hogy megette a macskát, de ha személyesen tud valakivel beszélni, akkor kiderül, hogy ezek nem igaz dolgok, és ez számít. Úgyhogy valószínűleg ez is hozzájárul. Meg olyan dolgokról beszélünk, ami érdekli az embereket, és mi ellentétben a sok helyen bukott ellenzékkel, meg egyébként az állampárttal még nem vittük csődbe egyszer sem az országot, és nem járattuk, vagy tettük tönkre az egészségügyet, vagy nem halasztottuk el, vagy menekültünk el a szükséges reformok elől, és valószínűleg ezért is bíznak bennünk, meg olyan embereket szeretnénk, akik nem a politikába jöttek, hanem valamit elértek a szakmájukba, akik eddig nem akarták bemenni a politika világába, mert egy mocsárnak tartották, mert nem akartak Menczer Tamásokkal, Dajcs Tamásokkal, Gyurcsány Ferencekkel, Rogán Antalokkal, vagy bárkivel együtt motorozni, mert egy szakmailag igényes emberek voltak. Most viszont azt látják, hogy lehet a civileknek, lehet egy teljesen másfajta ére Magyarországon, és érdemes a gyerekeik miatt, az unokáik miatt, vagy a saját családjuk miatt belépni ebbe. És tényleg már legalább 10 000 jelentkeztek, hogy pártagok lennének, több mint 30 000 a Tisza-szigetek tagjai, és ez napról napra, hétről hétre nő. És szerintem addig kell nekünk ezt csinálnunk, amíg ilyen növekedési fázisban van, és utána nyilván el kell kezdenünk a kampányra készülni. Bár egyébként egy permanens kampányban nem érzem azt, hogy az európai parlamenti választás után egy napot is tudtunk volna pihenni, én nem mentem egy napot se szabadságra, a fideszes fiúk elmentek, addig mi kórházakat látogattunk, mávoztunk, és ezt nem sajnálom, mert egyre több embernek nyílik ki a szeme, hogy az nem normális, hogy 20 évvel itt vagyunk az Európai Unió csatlakozás után, hogy Lengyelország egy középhatalom, Szlovéniában dupla annyi a minimálbér, Romániában, Lengyelországban 30%-kal olcsóbb az élelmiszer, és itt vagyunk Magyarországon, hogy egy éltanuló volt 20 éve, a legelsők között voltunk a csatlakozókban, most meg az Európai Unió legszegényebb és hivatalosan legkorruptabb országa. Ez nem jó, ez nem oké. És a magyar emberek ennél sokkal többet érdemelnek, nem ezért küzdöttek a szüleink, a nagyszüleink, nem ezért adták az életüket a szabadságharcosaink, vagy Hunyadi, vagy Dobó, szóval ez nem oké. Megígértem, hogy rövid leszek, úgyhogy nem akarom húzni az idejét, de záró gondolatként ugye beszélt arról, hogy milyen szegény ország lettünk, de hogy elhallgattam Orbán Viktort a napokban, ő sikertörténetként könyveli el ezt az elmúlt 14 évet, és hát ugye az áremelkedésre az a válasza, hogy nem gond, fölemeljük a béreket 1 000 000 forintra, és majd akkor milyen jó. Igen, lesz. Ígérni a legszegényebb ember is tud. Olyan rossz állapotban van egyébként a költségvetés, csőd közeli állapotban, hogy igazából már ígérni se tudnak, csak 27-re, 28-ra, 2027-28-ra, ami nem volt jellemző rájuk, mert az előző választáson még kiszortak egy csomó pénzt, és helyesen egyébként visszaadtak adókedvezménybe embereknek, de olyan szinten sikerült, hogy az a mítosz a Fideszről, hogy hát igen, lopnak, korruptak, arrogánsak, lenézik az embereket, de rá tudnak kormányozni. Na most ez a mítosz is megdőlt, mert sikerült ennyi EU-s pénzzel, ilyen államadósság növekedés mellett csődbe kormányozni szinte az országot, és most már ígérni se tudnak. És azt mondja Orbán Viktor a valamelyik szokásos pénteki rádióbeli szeánszán, hogy majd, hogyha 6% lesz a növekedés, akkor 26-ban vagy 27-ben elkezdjük a bérrendezést. 6%-os növekedés soha nem volt Magyarországon, a legmagasabb az ilyen 5 egész valamennyi volt, akkor, amikor egy külső, prosperáló nyugati környezet, világgazdasági környezet volt, most ez nincsen, teljesen esélytelen, hogy itt most holnap, vagy jövőre 6%-os növekedés legyen, tehát ígért egy nagy semmit a miniszterelnök úr. Mi konkrét dolgokat szeretnénk ígérni, és azt mondjuk, hogy a pénz pedig onnan lesz, hogy a jelenlegi magyar költségvetésből konzervatív becslés szerint évente 3-5 000 milliárd forint folyik el a nemzeti együttbűnözés rendszerének a túlárazások miatt, a felesleges beruházások miatt, a közbeszerzési furcsaságok miatt és a klán miatt. Ha ezt beszüntetjük, elfogadjuk az antikorrupciós intézkedéseket, amelyeket Brüsszel követel, akkor és belépünk az Európai Ügyészségbe, akkor egyrészt nem folyik el ez a pénz várhatóan, és megkapjuk, haza tudjuk hozni Brüsszelből azt a 8000 milliárd forint uniós forrást, amit jelenleg nem adnak oda az orbáni korrupció miatt. Ez önmagában elég ahhoz, hogy egy ugrás legyen a magyar gazdaságban, nyilván rengeteget kell azon dolgozni, hogy
arra az útra rátérhessünk, ahol Lengyelország van, vagy Szlovénia, vagy a balti országok, de mivel a magyar emberek kitartóak, nagyon sokat dolgoznak, én abban bízom, hogy egy választás után egyébként egy nagyon nagy ugrás következhet Magyarországon. És hogyan lehet tőlük visszavenni ezt a vagyont, amit ők elvittek? Hiszen ott lenni is beszélt róla, hogy ők ki fogják söpörni a padlást, tehát megvették az Antenna Hungáriát. Nagyon sok dolog azon múl, az ügyészségen múlik. Egyrészt, ha csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, akkor ki tudják vizsgálni azokat a dolgokat, amik európai uniós források, és nagyon sok ilyet ellopott a család, meg a klán, meg az egész. És hogyha sikerül leváltanunk a legfőbb ügyészt, aki jelenleg ugye a Fidesznek a házi mókusa, volt Fidesz alapító Orbán Viktor bizalmas, a Polt Péter, akkor az igazságszolgáltatás maga el fogja végezni a munkát. Ahhoz nem kell a politikának beleszólni, és én nem is szeretnék, mint politikus beleszólni, egy olyan ügyészségi vezetőkkel, akit az ügyészek közül az ügyészek jelölnek, és utána az országgyűlés megválasztja, és hagyja dolgozni az ügyészeket, hagyja dolgozni a bíróságokat, és akkor meg lesz ennek az eredménye. Köszönöm szépen! Köszönöm, jó munkát!